2,5 órás borzongás lúdbőrözött a testük azoknak, akik tegnap este ott voltak George Michael varázslatos koncertjén. A világsztár legnagyobb rajongói még a repteren is próbálták elcsípni kedvencüket. Az aktívnak sikerült megszólaltatni az énekes zeneszerzőt, aki elárulta, mi mindent csinált szabad idejében Budapesten. Motoros rendőrök kísérték George Michael-t a repülőtérre. Miután kiszállt a luxusautóból, nem csak az aktív kérdésére válaszolt, hanem azonnal dedikálni kezdte a rajongók lemezeit és fotóit. Köztük Magyarország legifjabb rajongójának, Balogh Milánnak a fényképét. A 3 hónapos kisfiú ugyan a tegnapi koncerten nem vehetett részt, viszont egy közös fotóval már büszkélkedhet. Az első szava, vagy a második biztos az lesz, hogy George. Az anyukája Alexandra ugyanis rengeteget hallgatatja kedvenc lemezeit, így a legnagyobb slágereket már Milán is ismeri. Nem mondanám azt, hogy naponta egy CD-nyit, de azért hetente meghallgatunk a kocsiba egy CD-nyit. A szülők még szombaton George Michael érkezésénél készítették a fényképet, most pedig az akkor készült fotót jöttek aláíratni. George Michael 2007-ben mindössze 6 órát tartózkodott Magyarországon. A koncert előtt mégis azt mondta, nem biztos, hogy azonnal hazamegy. Voltál már Magyarországon? Nem, ez az első alkalom. Akkor hogy mégis még ma elutazol? Hát nem tudom még, hogy megyek-e. Aztán a színpadról mégis egyenesen a reptérre hajtott. Ehhez képest most viszonylag sok időt, 3 napot töltött Budapesten. Hát persze, hogy arra voltunk kíváncsiak, mi mindent csinált a szabad idejében. Szombat óta merre jártál? Mit láttál Budapestből? Hát leginkább csak a hotelszobámat. Vagyis hiába a szuperkoncert, továbbra sem az ország látványosságaira kíváncsi. Az énekes dolgozni jött Magyarországra. Tény, hogy a munkáját tökéletesen elvégezte. A rajongók ugyanis elégedettek. Nekem nagyon tetszett a koncert, a hangosítás is minden nagyon profi volt szerintem. Nicolette annak ellenére mondja ezt, hogy ő hiába várt a repülőtéren. George Michael nem csak szűkszavú volt, ezúttal az autogramokkal sem bánt bőkezűen.